Nem ár. Ebből a nagy hideghegyi turistaházból indult el a férfi két gyerekével tegnap délután a Börzsönyben, vissza az autójához, de az úton rájuk sötétedett és eltévedtek az erdőben. A család egyik tagja telefonált vissza a turistaházba, hogy keressék meg a két gyereket és az apjukat. A turistaház gondnoka szólt a környéket ismerő erdészeknek, akik azonnal keresni indultak, mert nagyon hideg volt az erdőben. Farkasordító hideg, ez területenként változó, de általában elmondható, hogy ilyen mínusz 6 és mínusz 9 fok közötti hőmérséklet, illetve 60-80 km per óra közötti széllökések fordultak elő a hegyen. A turistaházban is próbáltak segíteni az elveszetteknek. Igyekeztek beazonosítani, hogy merre is lehetnek, de a férfi nem tudott felismerhető pontot mondani maga körül. Hajnali 3 körül a mobiltelefonja is lemerült. Még így is jelezni próbáltak az elveszett családnak. Villanyt felkapcsoltam szobákba, itt a teraszon, hogy ide találjanak, de hát sajnos lent keringtek. Magas taksz környéken, tehát még esélyük se volt ide föltalán. Rengeteg rendőr és környékbeli kereste az eltűnt családot, akik már hosszú órák óta keringtek a fagyos Börzsönyben. Hogy minél előbb előkerüljenek a gyerekek, speciális eszközöket is bevetett a rendőrség. Közel 60-an kezdték meg a kollégáim az eltűnt személyeknek a kutatását. Éjszaka ebbe a kutatásba a készenléti rendőrség hőkamerás helikoptere is bekapcsolódott, de sajnos nem vezetett eredményre ezen eszköznek a bevezetése sem. Ezeket a felvételeket már a Pest megyei kutatómentőszolgálat készítette, akkor, amikor a családot a mentőbe tették. Reggel találták meg őket a váci rendőrök, mindegyikük jól volt. Valószínűleg az segített nekik a túlélésben, hogy egész éjjel talpon voltak. Nem ültek le sehol, ezért nem hűltek ki, de ez valószínűleg nehezítette a keresést is. Nagyon fontos az, hogy amikor valamilyen pontot talált, akkor maradjon ott, mert nekünk sokkal könnyebb megtalálni, mint hogyha egész éjszaka kóbor az erdőben, és gyakorlatilag elkerüljük egymást. A környékbeliek szerint szerencséjük volt, hogy a Börzsönyben most éppen nincsen hó, pedig erre több mint 10 éve egyáltalán nem volt példa. A két gyerek és a férfi délután 4-től körülbelül másnap reggel 8-ig volt kint a mínusz 5 fokos hidegben. A tényeket Varga Balázs tudósította.